Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy asztrológiai előrejelzés ez évre, tehát 2021-re. Ez a felvétel egy személyes felvétel Lavier számára. Kedves Lavier, üdvözöllek téged, ez a te videód. A videó első részében lesz egy ilyen általános betekintés, hogy mi várható ebben az évben, tehát ne lepődj meg. A videó második részében van ez a személyes elemzés. Mi várható 2021-ben? Ezt most megtekintjük. Január 6-a. Nagyon érzékenyek vagyunk, érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy valaki megsért bennünket, vagy mi sértünk meg másokat. Ez félreértésekre vezethet. Január 9-e. Ezen a napon kívánhatunk valamit, mert megvan arra a lehetőség, hogy megvalósul, ebben kellene bízni. Január 10-e. Itt vannak emlékek, vagy valaki visszatér a múltból. Esetleg valaki gondol ránk. Január 13-a. Itt kell egy új irány, egy új lehetőség, de még várjunk a döntésekkel. Ehhez kell még egy kicsi idő. Január 14-én lesznek változások, de itt is az érvényes, hogy ne siessük el a dolgokat. Január 20-án fel kellene, hogy lélegezzünk, de minden olyan nehéz, vannak korlátozások. Január 21-én vannak vágyak, elképzelések, de mindez olyan elérhetetlennek tűnik ezen a napon. Január 24-én keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Január 28-án el kellene azon gondolkozni, hogy kiben bízhatunk, vagy kiben nem. Január 30-án nem mondjuk el másoknak azt, amit tervezünk, de az is lehet, hogy várunk egy hírre, és az később fog bekövetkezni. És most megtekintjük azt, mi várható február hónapban. Február 3-án kívánhatunk valamit, mert ez megvalósul. Február 4-én fáradtak, kimerültek leszünk, és hiányzik az erő, nem tudjuk magunkat ezen a napon bebizonyítani. Február 7-én megvannak az emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. Február 11-én legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el a célokon. Az is lehet, hogy kell egy új cél, és bízzunk abban, hogy ezek a célok elérhetőek, de azért legyünk türelmesek. Február 18-án megvannak az álmok, a vágyak, de a bizonytalanság is. Február 19-én minden olyan nehéznek tűnik, vagy lesznek korlátozások. Február 20-án minden olyan bizonytalan, átláthatatlan, ami a párkapcsolatot illeti, és mi, hölgyek, úgy érezzük, hogy nem kapunk elismerést, mások átlátnak rajtunk. Február 21-én
keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Február 27-én oda kellene figyelni egy ilyen szívügyre, természetesen itt szerelmi kapcsolatról van szó. És most megtekintjük azt, mi várható március hónapban. Március 2-án egy kívánság, egy álom megvalósulhat. Március 6-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak anyagi gondok. Március 13-án legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, hogy tudnánk a terveinket megvalósítani. Március 14-én nehéz valamit tisztázni. Március 18-án megvannak a vágyak, az elképzelések, de mi hajlamosak vagyunk arra ezt feladni, érezhető a bizonytalanság. Március 20-án keresünk egy új lehetőséget, egy kiutat. Ezen a napon fontos, hogy megőrizzük a belső egyensúlyunkat. Március 21-én hiányzik a bátorság, olyan erőtlennek érezzük magunkat. Március 28-án el kellene azon gondolkozni, mit tegyünk rendbe. Ezen a napon van gyógyító erő. Március 30-án egy kívánság, egy álom megvalósulhat. És most megtekintjük azt, mi várható április hónapban. Április 2-án vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk. Április 4-én van egy kihívás, vannak nehézségek, hiányzik ez a könnyűség. Április 12-én legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, hogy hatnak mások ránk, itt érzelmekről van szó. Április 14-én megvannak a vágyak, de a bizonytalanság is. Április 16-án keresünk egy új utat, egy új lehetőséget, vagy egy kiutat. Április 20-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak anyagi gondok, nehézségek. Április 27-én oda kellene figyelni arra, hogy mit tegyünk rendbe, van itt gyógyító hatás, és valami tisztázódik. Április 28-án kell egy kis szünet, elgondolkozni azon, hogy mit kellene befejezni. Április 29-én megvannak az emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. És most megtekintjük azt, mi várható május hónapban. Május 3-án érzékenyen reagálunk, de mások is. Lehet, hogy valaki megbánt bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. Május 11-én el kellene azon gondolkozni, mi legyen egy új kezdet, mert mi most belevágunk valami újba. Május 13-án keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Május 19-én hiányzik a könnyűség, vagy vannak valamilyen korlátozások. Május 23-án úgy minden megáll, vagy kell egy kis szünet, elgondolkozni azon,
hogyan tovább. Ez kihat a mi életutunkra, a sorsunkra. Május 26-án oda kellene figyelni arra, hogy mit tervezünk, mi az elképzelés, mert ez megvalósítható, de át kell tenni magunkat a félelmeken, a bizonytalanságon. Május 30-án őrizzük meg a titkainkat, de az is lehet, hogy várunk egy hírre, és az késlekedni fog. Most megtekintjük azt, mi várható június hónapban. Június 2-án vannak kihívások. Hiányzik a bátorság, olyan kimerültnek, fáradtnak érezzük magunkat. Június 8-án megvannak a vágyak, az álmok, de ez minden olyan elérhetetlennek tűnik, és emiatt olyan bizonytalanok vagyunk. Június 9-én keresünk egy új lehetőséget, egy megoldást, vagy egy kiutat. Június 10-én van segítség, valaki mutat számunkra egy lehetőséget, egy megoldást, de oda kellene erre figyelni. Június 12-én érezhető a nőies energia, mi hölgyek állunk a középpontban, megvan a kisugárzásunk, és szerencse a szerelmi élet területén. Június 18-án valami nyomaszt bennünket, hiányzik a könnyűség, és olyan korlátozások vannak. Június 21-én lesz egy fordulat, egy sorsdöntő változás. Június 23-án egy kívánság, egy álom megvalósulhat. De ezen a napon ne beszéljünk a terveinkről. Június 24-én van egy gyógyító erő. Június 26-án gondolkozzunk el azon, mi az elképzelés, miről álmodunk, miről álmodozunk, és hogy tudnánk ezt megvalósítani. És most megtekintjük azt, mi várható július hónapban. Július 1-én úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak kiadások, anyagi gondok. Július 5-én megvannak az álmok, a vágyak, de mindez olyan elérhetetlennek tűnik ezen a napon. Július 6-án keresünk egy új lehetőséget, egy új irányt vagy kiutat. Július 10-én el kellene azon gondolkozni, kiben bízhatunk meg, kiben nem. Július 13-án erőtlennek érezzük magunkat, úgy tűnik, hogy nem megy tovább, és ez különösen a férfiakat illeti. Július 17-én érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy valaki megsért bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. Július 20-án lesz egy új lehetőség, egy megoldás, egy kiút. Július 21-én egy álom megvalósulhat. Július 24-én fontosak a célok, és oda kell figyelni arra, hogy lehetne ezt elérni. Ezen a napon valami tisztázódik. Július 31-én hiányzik a könnyűség. Minden olyan nehéznek tűnik,
vagy vannak még korlátozások. És most megtekintjük azt, mi várható augusztus hónapban. Augusztus 2-án megvannak az álmok, az elképzelések, de minden olyan elérhetetlennek tűnik, ez bizonytalanságot vált ki nálunk. Augusztus 3-án keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Augusztus 8-án legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, mit tudnánk javítani, ami a családi kapcsolatokat illeti. Augusztus 15-én fáradtnak, kimerültnek érezzük magunkat. Augusztus 16-án vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. Augusztus 17-én egy álom megvalósulhat. Augusztus 20-án lesz egy kis szünet. Itt változások lesznek, de legyünk kicsit türelmesek. Augusztus 22-én kellenek célok, és nem szabad ezt feladni. Augusztus 30-án érzékenyek vagyunk, érzékenyen reagálunk, lehet, hogy valaki megsért bennünket, vagy mi sértünk meg másokat. És most megtekintjük azt, mi várható szeptember hónapban. Szeptember 6-án nehéz valamit tisztázni. A beszélgetések nézeteltérésekhez vezethetnek. Szeptember 7-én kellene visszahúzódni, elgondolkozni azon, mi áll a középpontban. Szeptember 11-én egy vágy, egy álom megvalósulhat. Szeptember 13-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól. Szeptember 21-én történik valami, és az befolyásolja az érzelmeinket, oda kellene figyelni. Szeptember 22-én kell a belső egyensúly. Szeptember 26-án keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Szeptember 27-én fontos, hogy ne mondjuk el másoknak azt, amit tervezünk, és őrizzük meg a titkainkat. Szeptember 29-én hiányzik a bátorság, olyan kimerültnek, fáradtnak érezzük magunkat. És most megtekintjük azt, hogy mi várható október hónapban. Október 3-án nehéz valamit tisztázni, a beszélgetések azok félreértésekhez vezethetnek. Október 6-án el kellene azon gondolkozni, hogy mit kellene lezárni az életünkben, és rendezni a dolgokat. Ezen a napon van gyógyító energia. Október 8-án egy álom megvalósulhat. Október 11-én lesz egy kis szünet, de el kellene azon gondolkozni, hogy mit változtassunk az életútunkon. Itt lesznek sorsdöntő változások. Október 13-án hiányzik a könnyűség, minden olyan nehéznek tűnik. Október 18-án, hogy minden megáll, ez olyan igazságtalan, de lehet egy bírósági ügy is. Legyünk kicsit türelmesek, mert hamarosan előre mennek az események. Október 20-án várható egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés, minden jól alakul, itt tisztázódik valami.
Október 23-án keresünk egy új irányt, egy új lehetőséget. Október 24-én megvannak a vágyak, az elképzelések, de a bizonytalanság is. Október 28-án úgy érezzük, elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak kiadások. És most megtekintjük azt, mi várható november hónapban. November 4-én el kellene azon gondolkozni, hogy mit tegyünk rendbe. Ezen a napon van egy gyógyító erő. November 5-én egy kívánság megvalósulhat. November 6-án jönnek az emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. November 11-én érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy mások megbántanak bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. November 19-én kell egy kiút, egy új lehetőség, át kell tenni magunkat a félelmeken. November 21-én megvannak a vágyak, az álmok, az elképzelések, de minden olyan elérhetetlennek tűnik. November 27-én hiányzik a könnyűség, minden olyan nehéznek tűnik, és vannak még korlátozások. Most megtekintjük azt, mi várható december hónapban. December 1-én kell egy álom, egy elképzelés, és az is, hogy ebben higgyünk. December 3-án nehéz valamit tisztázni, a beszélgetések nézeteltérésekre vezethetnek. December 4-én egy kívánság megvalósulhat. December 11-én fáradtak, kimerültek leszünk, és hiányzik az erő, a bátorság. December 17-én keresünk egy új lehetőséget, egy új irányt, vagy egy kiutat. December 18-án úgy érezzük, hogy minden úgy megáll, különösen a párkapcsolat területén, és ez bizonytalanságokhoz vezet. December 19-én oda kell figyelni az anyagi dolgokra, ezt rendezni. December 21-én lesz egy változás. December 27-én érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy valaki megbánt bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. December 31-én vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. Ezen a képen láthatod a 12 házat, vagy 12 életterületet. Azon kívül a nyugati határt, a keleti határt, északot és délt, ennek is van egy jelentősége. A bal oldalon van ascendent, és ezzel indul az életed. Ez a születésednek a pillanata. Melyik jegy kelt fel a keleti határon, ez befolyásolja ezt az első életházat, ami utal a te külsődre, utal a fellépésedre, a kisugárzásodra, a személyiségedre. Itt ennél a pontnál, itt bal oldalon, az ascendentuson, itt van nálad a szűz jegye. És pontosan ez befolyásolja a te külsődet, a te személyiségedet.
Ez azt jelenti, abban a pillanatban, amikor te megszülettél, a szűz jegye kelt fel a keleti határon. Szemben a nyugati határon van a descendent, és ebben a pillanatban a halak jegye ment lefele a nyugati határon. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ezek így egy vonalban álltak, mint egy mérleg. És ez a descendent olyan, mint egy tükör, te beletekintettél ebbe a tükörbe, és láttad a lelki társnődet. Mert ezzel a nyugati ponttal, ezzel a descendentussal indul a hetes életház, ahogy itt a római számok is mutatják, és ez a párkapcsolatra utal. De maradjunk még az első életháznál, a szűz jegyénél, mert ez, ami téged érint. A szűz jegye az a föld eleméhez tartozik. Te szereted ezeket a reális dolgokat. Ami arra utal, hogy neked nem csak álmaid vannak, hanem te szeretnéd ezt megvalósítani. Az előfordulhat, hogy korábban a felnőttek azt mondták neked, ne túlozz el semmit, maradj visszahúzódó, legyél szerény. Mert ez jellemző így a szűz jegyére. Ami még a szűz jegyére jellemző, az a gyógyító erő. És ez megvan nálad, ez a tehetség. Az egyetlen hiba lehet, ha te túl kritikus vagy másokkal szemben, vagy túl kritikus vagy magaddal szemben. Ebben az első életházban van nálad egy visszatekintő Mars bolygó, ami utal a te erődre és a férfiasságodra, ez a fellépésed. És van itt egy visszatekintő Szaturnusz bolygó. Ez a visszatekintés utal a múltra, gyakran kármikus témákra. Amikor neked védeni kell magadat, akkor hat nálad ez a Mars energia. Megvan hozzá az erőd, megvan hozzá a bátorságod. A szűz jegye segít neked, mert okos döntéseket tudsz hozni, és tudod, hogy hova fektesd be az erődet. Ez a visszatekintés ennél a bolygónál utal kármikus témákra, hogy most tanulod azt, hogy éljed a saját életedet, éljed a személyiségedet és a kisugárzásodat. Itt van nálad egy visszatekintő Szaturnusz bolygó. Szaturnusz bolygó az a sorsoknak a bolygója, őrzi a kármikus témákat és tanít bennünket. A gyermekkorban és a fiatal éveidben itt a Szaturnusz hatás alatt voltak korlátozások. Nem tudtad a személyiségedet élni, mert a felnőttek ebbe beleavatkoztak. Ne viselkedj így, legyél szerény, visszahúzódó, vagy például itt az első háznál a külsőről is szó van, hogy öltözködsz, milyen ruhákat viselsz, vagy milyen a külsőd, milyen a fellépésed. Itt Szaturnusz bolygó hatása alatt, különösen a szűz jegyében én úgy tudnám elképzelni, hogy a felnőttek olyanokat mondtak neked, ne tűnj fel, ne légy a középpontban,
maradj ilyen szerény és visszahúzódó. Szaturnusz bolygó szimbolizál idősebbeket is, mint például a nagyszüleidet, lehet, hogy ők is befolyásolták a fellépésedet, a személyiségedet. Az aszcendentusod, tehát ez a pont itt a bal oldalon a képen, ahogy látható is, ez a születésednek a pillanata. És ez az indiai számítás szerint a hasta holtházban van. A hasta holtház felett Vindemiatrix csillag uralkodik, és ez ismert a klasszikus görög mitológiából. Dionüszosz mellett Vindemiatrix az a bor istennője. De itt nem alkoholról van szó, hanem inkább ilyen életörömről. Élvezd az életet, ezt mutatja számodra ez a csillag Vindemiatrix. A bolygók mozognak, és ez a mozgás kivált valamit a horoszkópnál. Most megtekintjük azt, hogy milyen mozgás lesz itt ez évben a szűz jegyében, ami kihat rád személyesen. Szeptember hónapban itt mozog Merkur bolygó. Ez utal kommunikációra. Itt mozog Vénusz bolygó, ami kihat a párkapcsolat területére, mert Vénusz az a szerelem bolygója, és utal a lelki társnődre is. Október hónapban itt mozog Mars bolygó, az azt jelenti, van itt egy visszatérés, és mutatott a te erődet, a te energiádat. Valami mozgás lesz itt, az lehet sport is. November hónapban újra itt mozog Merkur bolygó, itt lesz kommunikáció vagy szerződések, kereskedelmi kapcsolatok is lehetségesek, és szeptember 20-a és október 20-a között az indiai számítás szerint itt van a nap, és besugározza ezt az első életházat. Ez áll a középpontban, te állsz a középpontban. És most áttérek a kettes életházra. Ez a kettes életház utal az anyagiakra, az értékekre, arra is, mit szeretnél birtokba venni, de itt nem csak anyagiakról vagy pénzügyi dolgokról van szó, hanem belső értékekről is. A te horoszkópodban itt van a mérleg jegye, te tudod mérlegelni a dolgokat, kell az egyensúly is, nem csak a belső egyensúly és harmónia, hanem pénzügyi dolgoknál a kiadás és a bevétel. A te horoszkópodban itt található egy visszatekintő Jupiter bolygó. Jupiter bolygó szerencsét hoz, és megnövel valamit. Ez szerencsét hozhat neked az anyagiak területén. Ez a visszatekintés utal kármikus témákra. Őrizd meg a te belső értékedet, erre tanít Jupiter bolygó. Itt található egy visszatekintő Plutó bolygó. Plutó bolygó mutatja azt, koncentrálj erre az élet területre, mert e felett tudsz uralkodni. Plutó bolygó szintén visszatekintő, itt vannak kármikus témák. A te lelki társnődnél a mérleg jegyében nagyon sok bolygó van.
Nem tudom, hogy melyik életházban hat rá, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Nála a mérleg jegyében van a nap, ami az ő énjét szimbolizálja, egy visszatekintő Merkur bolygó, ami kapcsolatokra utal a tudására, de a gyermekkorára is. Nála Jupiter bolygó szintén a mérleg jegyében van, ami szerencsét hoz. A mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot is. Itt van nála egy visszatekintő Vénusz bolygó, ami egy kármikus szerelmi kapcsolatra utal, egy lelki kapcsolatra, mert ti ismeritek egymást a korábbi életetekből. Itt van nála a mérleg jegyében egy visszatekintő Szaturnusz bolygó, ami a sors bolygója, és őrzi a kármikus témákat, és itt van nála egy felfele mozgó hold csomó, Rahu, egy kármikus út, amit ő nem ismer. A mérleg jegyében mérlegelni kell a dolgokat. Ő nehezen hoz döntéseket. Ő szereti az igazságot, a szépséget, a harmóniát, és szüksége van a párkapcsolatra. Minden ebbe az irányba mozog, és ez az ő sors útja. De fél tőle, mert ezt ő nem ismeri, erre utal ez a felfele mozgó holdcsomó. És most megtekintjük azt, milyen mozgás lesz ez évben a mérleg jegyében, ami nálad kihat a kettes életházra. Október hónapban itt mozog Vénusz bolygó, az kihat a szerelmi élet területére, egy visszatekintő Merkur bolygó szintén itt mozog, az jelentheti azt, hogy a lelki társad visszatér hozzád, lesz egy hír, vannak emlékek. Vénusz bolygó szerencsét hozhat a pénzügyi dolgoknál, az is lehet, hogy pénzt adsz ki szép dolgokra. November és december hónapban itt mozog Mars bolygó, tehát te ide fekteted be az energiádat, de a mérleg jegyénél párkapcsolatról is szó van, mert a mérleg jegye ezt szimbolizálja, és Mars bolygó a te férfiasságodat, tehát így év végén kialakul újra ez a kapcsolat. Október 20-a és november 20-a között itt van a nap, az indiai számítás szerint besugározza ezt az életterületet, és ez áll a középpontban. És most áttérek a hármas életházra. Ez a hármas életház szimbolizálja az élet iskoláját. Te utal képzésekre is, meg információkra. Ebben az életházban kell, hogy bebizonyítsd magadat. Például most itt a háttérben van ez a férfi, és itt kell, hogy te győztesként lépj fel. A te horoszkópodban itt található a Skorpión jegye, és egy visszatekintő Uránusz bolygó. A Skorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó, mert a víz eleme ezt szimbolizálja. Uránusz bolygó tanít téged az élet iskoláján arra,
hogy te egy különleges személyiség vagy, és voltál is a múltban, erre utal ez a visszatekintés. A lelki társnődnél a Skorpión jegyében van Plútó bolygó, az utal az ő belső erejére, és ebben a transformációban vagytok, mert ezt jelenti ez a Skorpión jegye. És most megtekintjük azt, hogy mi történik itt ebben az életházban, a Skorpión jegyében ez évben. Van két kármikus csomó. Az egyik az a lefele mozgó hold csomó Kétú, és utal a múltra. Mindarra, amit átéltünk a gyermekkorban, vagy a korábbi életünkben. És van a felfele mozgó hold csomó Ráhú, ez is egy kármikus csomó, ez egy életút, amire a lelkünknek szüksége van, de nem ismeri ezt az utat, vagy ezt az életterületet. Mindkét holdcsomó mozog, és a lefele mozgó holdcsomó Kétú, ami a múltra utal, múlt év szeptemberétől 2022 márciusáig itt mozog a Skorpión jegyében. Ez évben kihat rátok, és te ezt átéled ebben a hármas életházban. Január hónapban itt mozog Vénusz bolygó, az utal a szerelemre, utal a lelki társnődre, megvannak a vágyak, vagy az emlékek, vagy a remények. December hónapban itt fog mozogni Merkur bolygó, ami utal kommunikációra, és november 20-a és december 20-a között itt van a nap, az indiai számítás szerint besugározza ezt az életterületet, és ez áll a középpontban. És most áttérek a négyes életházra. Ez a négyes életház a mély pont a horoszkópban, itt látható, mint IC, és ez utal egy alapra. Ez a bázis. És erre az alapra építed fel az életedet. Nem csak ezt az alapot jelenti, hanem az otthonodat. És a változásokat, például egy költözködést. Itt a négyes életházban van nálad a nyilas jegye. Ez utal külföldre, egy külföldi otthonra, mert ezt szimbolizálja a nyilas jegye. De nem csak erre utal, hanem egy belső útra is, egy ilyen spirituális életterületre, ami segít abban, hogy megtaláld a helyet az életedben. A nyilas jegye az gyakran úgy gondolja, hogy van valami jobb még az életben, és keres valamit, amit gyakran nem talál. Viszont itt is van megoldás, mert a nyíl az mutatja a mi tejutunknak, a mi galaxiánknak a központját, és ez a központ jelenti a mi álmainkat, a mi vágyainkat és reményeinket. Ha
te ezt, mint egy célt kitűzöd magad előtt, akkor megvan ez az alap, megvan ez a bázis, amire építhetsz. Itt nálad vannak kármikus témák, mert a te születési horoszkópodban itt található Kétu, a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltadra utal. Az lehet egy kármikus téma, amit te átéltél a korábbi életedben, és ez jelent egy bizonyos helyet, vagy egy otthont számodra, amit keresel. A lelked keresi ezt az utat, mert haza szeretne térni. És ez a haza nem csak Magyarországot jelenti számodra, hanem külföldet. Erre utal a nyilas jegye. Itt a nyilas jegyében van nálad még egy visszatekintő Neptun bolygó, ami az álmokat jelenti. Ha ez az álmod, hogy megtaláld a helyedet az életben, vagy megtaláld az otthonodat, akkor ez álom szép. Ha nem hiszel ebben, és feladod ezeket a célokat, akkor az szomorúsághoz vezet, és csalódottnak érzed magadat. Érdekes az, hogy az elmúlt több mint másfél évben itt mozgott a lefele mozgó holdcsomó Kétu, és hatott rád ezen az életterületen. Itt volt múlt év szeptember hónapjáig, itt a nyilas jegyében. Ez visszatért, mert a születési horoszkópodban szintén itt van ez a lefele mozgó holdcsomó, itt voltak kármikus témák, ami a múltadat jelenti. A lelki társnődnél itt a nyilas jegyében van Uránusz bolygó, ami utal változásokra, vagy különleges kapcsolatokra, és nála is Neptun bolygó, ami mutatja az ő álmait és reményeit, hogy melyik életterületen éli ő ezt át, ezt nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Most megtekintjük azt, mi történik itt ebben a négyes életházban ez évben. December 20-a és január 20-a között itt található a nap az indiai számítás szerint, bevilágítja ezt az életterületet, és ez áll a középpontban. Január hónapban, tehát most itt mozog Merkur bolygó, ami utal kapcsolatokra, szerződésekre vagy kommunikációra. November és december hónapban itt mozog Vénusz bolygó. Az lehet, hogy megszépítesz valamit az otthonodban, vagy meg lesz ez az alap, ez a bázis a szerelmi élet területén, és a lelki társnőd visszatér hozzád. Most megtekintjük az ötös életházat. Ez az ötös életház szimbolizálja a gyermekeket, a gyermekkori emlékeket és az élet örömöt. A te horoszkópodban itt van a bak jegye. A bak jegye felett Szaturnusz bolygó uralkodik. Az utal arra, hogy a gyermekkorodban voltak korlátozások, vagy idősebb személyek hatottak rád, mint például a nagyszülők. Itt ebben az életházban tanulod meg az életet élvezni, ezt az élet örömöt.
De neked ez nem könnyű, mert más volt a gyermekkorod. Ott voltak korlátozások, vagy szigorúság, és nem szabadott, hogy élvezd végül is a gyermekkort úgy, ahogy te szeretted volna. A te horoszkópodban, itt ebben az ötös életházban nincs bolygó, de most megtekintjük azt, hogy mi történik itt ez évben. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és ha Szaturnusz bolygó hat, akkor vannak sorsdöntő változások. Ebben az évben, egész évben, itt a bak jegyében, ebben az ötös életházban mozog Szaturnusz bolygó. Az lehet egy gyermek születése is, vagy tanulod az életet élvezni, mert Szaturnusz bolygó tanít bennünket, néha megleckésztet bennünket. Plutó bolygó azt mutatja, hogy mi a fontos téma jelenleg. Koncentrálj erre az élet területre. Plutó bolygó egész évben itt lesz a bak jegyében, az ötös életházban. Jupiter bolygó szerencsét hoz januárban, februárban, márciusban, áprilisban. Itt mozog Jupiter bolygó, az jelenti az élet örömöt, és visszatér majd októberben, és marad november hónapban itt az ötös életházban. Január 20-a és február 20-a között itt van a nap, az indiai számítás szerint megvilágítja ezt az élet területet, és ez fontos, hogy odafigyelj rá. Február hónapban itt mozog Vénusz bolygó, az kihat a párkapcsolatra, élvezd ezt a szerelmi kapcsolatot. De azt is jelentheti, hogy a te lelki társnőd egy gyermeket szeretne tőled. Március hónapban itt mozog Merkur bolygó, itt lesz mozgás, vagy egy kapcsolat, jó hírek. És most áttérek a hatos életházra. A hatos életház a munkára utal és egészségügyi témákra. A te horoszkópodban itt található a vízöntő jegye és Vénusz bolygó. Az utal egy különleges munkára, a kreatív munkára is, azon kívül gyakran egy magáncég vagy egy magánvállalkozásra. Persze Vénusz bolygó hatása alatt lehet egy kapcsolat egy hölgyel a munkahelyen, vagy egy közös munka. És most megtekintjük azt, hogy mi történik ez évben ezen az élet területen. Neptun bolygó utal a mi álmainkra, vágyainkra, és ez határok nélkül. Minden lehetséges, ha megvan ez a hitünk. Neptun bolygó itt mozog a vízöntő jegyében egész évben, az indiai számítás szerint kihat a munkádra. Ez lehet tényleg egy kreatív munka, mert Neptun bolygó hatása alatt megvan az intuíció és az inspiráción. Február hónapban itt mozog Merkur bolygó, az utal kapcsolatokra, szerződésekre. Március hónapban
itt mozog Vénusz bolygó, az lehet a te kreatív munkád, vagy egy hölgy a munkahelyen, az lehet az ő munkahelye is. Február 20-a és március 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az élet területet, és ez fontos számodra. Májusban, júniusban, júliusban, augusztusban és szeptemberben itt mozog Jupiter, és szerencsét hoz neked, ami a munkádat illeti. Októberben elbúcsúzik a vízöntő jegyétől, de visszatér december hónapban, és újra hat itt a hatos életházban. És most megtekintjük a hetes életházat. Itt a nyugati határon szemben a te aszcendentusoddal látható deszcendentus. És ezzel indul a hetes életház, vagy hetedik életterület, és ez utal a szerelmi életre, a párkapcsolatra. Itt található nálad a halak jegye. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát itt mély érzelmekről van szó. De ebben a csillagképben kettő hal van. Az egyik mutatja az egyik irányt, ezek a félelmek, a bizonytalanságok. A másik irány mutatja a hitet és a szeretetet, hogy hiszel abban, hogy ez a szerelem megvalósul, és lesz belőle egy boldog párkapcsolat. A te holdad itt található a halak jegyében, ebben a hetes életházban. A hold utal az anyukádra, az anyai érzelmekre, de uralkodik a te érzelmeid felett is. Ez a vágyad, ez a reményed egy boldog párkapcsolatban élni. És most megtekintjük azt, hogy milyen mozgás lesz itt ez évben a halak jegyében. Március 20-a és április 20-a között itt található a nap, az indiai számítás szerint besugározza ezt az életterületet, ez áll a középpontban. Áprilisban itt mozog Merkur bolygó és Vénusz bolygó, ezek kapcsolatok, beszélgetések, és a hölgy, a te lelki társad áll itt a középpontban, és lesz egy hír. És most áttérek a 8-as életházra. Ezt a 8-as életházat halálnak nevezzük. Természetesen utalhat halál esetre, vagy egy örökösödési ügyre is, de ennek inkább egy szimbolikus jelentése van. Mind azokat a dolgokat le kell zárni az életben, ami bennünket zavar. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, tárgyak, vagy egy bizonyos hely. Itt, ebben a 8-as életházban vannak ezek a változások. Ehhez a 8-as életházhoz tartoznak hivatalos ügyek is, azon kívül a testi kapcsolat szintén ehhez az életházhoz tartozik. A te horoszkópodban itt található a te napod. Ez egy fontos életterület számodra, mert itt tanulod meg a te énedet élni, és ezt a kós jegyében. A kós jegye mutatja az
erődet, a bátorságodat. Itt található Merkur bolygó is, az utal a gyermekkorodra, az ifjúságodra, de Merkur bolygó segít a kapcsolatoknál, pontosan ha hivatalos dolgokról van szó, akkor ezt tudod nagyon jól rendezni. A te lelki társnődnél a kos jegyében van a lefele mozgó holdcsomó, ez utal kármikus témákra, és Kétunál, ennél a lefele mozgó holdcsomónál a múltról van szó. Most megtekintjük, hogy milyen változások lesznek ebben az életterületben. Az indiai számítás szerint itt mozog ez évben és a következő években is Uránusz bolygó. Uránusz bolygó az mindig változásokra utal, de kihat a te személyiségedre is, hogy te különleges vagy. Úgy, ahogy a te születési horoszkópodban Uránusz bolygó a harmadik életházban, az élet iskolájában erre utal. És ez évben itt lesznek ezek a változások, mert ez a nyolcas életház arra utal, hogy itt benne vagy ebben a transformációban, és felfedezed magadban ezeket a belső értékeket. Január és február hónapban itt mozog Mars bolygó, ami utal az erődre. Ide fekteted be az erődet, ezek lehetnek hivatalos dolgok is, de mutatja a férfiasságodat is. Április 20-a és május 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, ez áll a középpontban, és május hónapban itt van Vénusz bolygó. Az lehet természetesen egy hivatalos ügy, ahol egy hölgy segít neked, de itt a nyolcas életházban, ahol testi kapcsolatról is szó van, és Vénusz bolygónál kihat ez a szerelmi élet területére, ez május hónapban fontos lesz számodra. És most áttérek a 9-es életházra. Ez a 9-es életház utal külföldre, külföldi kapcsolatokra, utazásokra, ez lehet egy belső út is. A te horoszkópodban itt található a bika jegye, az utal erre a nyugalomra, az élet örömre, arra is, hogy ezt birtokba veszed, és fontos számodra ez a hely. A te horoszkópodban, itt a bika jegyében nincs bolygó, viszont a te lelki társnődnél a hold, ami az ő érzelmeire utal, a bika jegyében van. Ami azt jelenti, hogy számára nagyon fontos a biztonság érzete, nem csak ami az érzelmeket illeti, hanem az anyagi biztonság is fontos számára. Most megtekintjük azt, hogy milyen változások lesznek ez évben ezen az életterületen. A felfele mozgó holdcsomó, ez egy kármikus csomó, Ráhúnak nevezzük. Ez egy életút, vagy egy életterület, amire a lelkünknek szüksége van, de nem ismeri ezt az irányt.
Ez a holt csomó mozog, és múlt év szeptemberétől 2022 márciusáig itt fog mozogni a bika jegyében, nálad kihat a 9-es életházra, és a te lelki társnődnél kihat az ő érzelmeire, mert nála a hold a bika jegyében van. Márciusban és áprilisban itt mozog Mars bolygó, az utal a te erődre, a te férfiasságodra. Május hónapban itt mozog Merkur bolygó, ezek külföldi kapcsolatok, hírek. Május 20-a és június 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, ez áll a középpontban, ez a havi téma, külföldi kapcsolatok, vagy egy életút, az lehet egy belső út is. Júliusban visszatér ide Merkur bolygó, és utal külföldi kapcsolatokra. Most áttérek a 10-es életházra. Ez a 10-es életház a felső pont a horoszkópon, ahol MC látható médium köli, und ez utal a nyilvánosságra, utal a hivatásodra. A te horoszkópodban található itt az ikrek jegye. Itt van mindig mozgás, és vannak kapcsolatok, ezek lehetnek kereskedelmi kapcsolatok is. Nálad itt található a te születési horoszkópodban Ráhu, a felfele mozgó hold csomó. Ez egy kármikus csomó, és ez egy életút, egy életterület, amit a lelked kiválasztott, mert erre szükséged van, de itt nem ismered ki magadat. Ez minden olyan új számodra. Érdekes, hogy az elmúlt több mint másfél évben itt mozgott Ráhu. Visszatért az életedbe, és voltak kármikus témák ezen az életterületen, a nyilvánosságon, és ami a hivatásodat illeti. Itt mozgott Ráhu múlt év szeptemberéig. És most megnézzük azt, hogy mi változik itt ezen az életterületen ez évben. Májusban és júniusban itt mozog Mars bolygó, az jelentheti a te erődet, ide fekteted be az erődet. Ez kihat erre a 10-es életházra. Lehetnek kapcsolatok a nyilvánosságon, vagy ami a hivatásodat illeti, és ez lehet egy férfi, aki segít neked, de lehetnek kihívások is, ahol védeni kell magadat, vagy jelenti a férfiasságodat, és ez a nyilvánosság azt jelenti, a hölgyek ezt észreveszik. Június hónapban itt mozog Merkur bolygó, ezek kapcsolatok, beszélgetések, vagy valamilyen szerződés. Június 20-a és július 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, ez a havi téma, ez áll akkor a középpontban. És most áttérek a 11-es életházra. Ez a 11-es ház a vágyaknak és a
reményeknek a háza, azon kívül utal baráti kapcsolatokra, a baráti körre is. A te horoszkópodban itt található a rák jegye, a vágyad egy család alapítása, itt van nálad Mars bolygó, az mutatja a te erődet, a te férfiasságodat. Ami a te vágyad és reményed, az egy saját otthon, a Mars energiája kihat a szerelmi élet területére, ez mutatja a te férfiasságodat. Ami a baráti kört illeti, az lehet olyan családias, viszont előfordulnak kihívások, ahol ezzel a Mars energiával meg kell, hogy védjed magadat. A probléma az, hogy senkit nem akarsz megbántani. És most megtekintjük azt, hogy mi a mozgás itt ezen az életterületen ez évben. Július hónapban itt mozog Mars és Vénusz bolygó, ez kihat a szerelmi élet területére. Július 20-a és augusztus 20-a között itt található a nap, besugározza ezt az életterületet, ez áll a középpontban, ez a havi téma. Augusztus hónapban itt van Merkur bolygó, ezek kapcsolatok a baráti körben. És most megtekintjük a 12-es életházat. Ez a 12-es életház utal a visszahúzódásra, a magányra is, és ehhez a 12-es életházhoz tartoznak a titkok. Minden, ami titokzatos, itt található. A titkos ellenség is. A te horoszkópodban itt található az oroszlán jegye, bolygók nélkül. Az oroszlán jegye felett a nap uralkodik, és szereti a nyilvánosságot. Te viszont visszahúzódó vagy. Itt az oroszlán jegye nem érzi jól magát. És számodra fontos a nyilvánosság. De valahogy félsz ettől, ott vannak kármikus témáid is, a felső ponton van Ráhu, ez a felfele mozgó holdcsomó, és nálad mindig előfordul az, hogyha úgy érzed, hogy mások figyelnek téged, vagy a nyilvánosságon kell ezt a szerepet játszani, hogy akkor inkább visszahúzódó vagy. De lehet egy más elemzés is, mégpedig az, hogyha te fellépsz a nyilvánosság előtt, akkor jót tesz neked, ha kicsit visszahúzódsz, mert akkor itt gyűjtöd az erődet. Most megtekintjük azt, hogy mi változik ez évben itt ezen az életterületen. Augusztus hónapban itt található Mars és Vénusz. Itt szerelemről van szó, de a 12-es életházban titkokról is. Szeptember hónapban még itt marad Mars bolygó, az utal a te férfiasságodra, arra is, hogy légy visszahúzódó, mutatja az erődet, és az jót tesz neked, ha kipihened magadat, és inkább a háttérben maradsz. Augusztus 20-a és szeptember 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, ez áll a középpontban, ez lesz a havi téma.
Kedves Lavier, így tudtam 2021-et elmagyarázni, és a te horoszkópodat. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!